Térjünk rá a Fidesz egyik kedvenc témájára, démonizálni az LMBTQ kisebbséget. 2022. november 23-án jelent meg az Amit nem akartál tudni a gender elméletről című axióma videó, amit az axiómában egy új arc, Újlaki Győri Anna konferál fel. Újlaki Győri ugyanezzel a témával több kormányközeli médiában is turnézott, a Hit Rádióban például többször is szerepelt, de előadott már a Családtudományi Szövetség által szervezett Párkapcsolati Kultúra és Demográfia konferencián is. A Családtudományi Szövetséget konkrétan a Gender Studies ellendisziplinájaként szándékoztak 2017-ben bevezetni a Corvinuson, eddig ezt a szembeállítást amúgy ritkán alkalmazzák. A konferencián olyan nemzetközi kóklerek is előadtak, mint Gabriel Kubi vagy Timoteusz Zics, a magyarok között pedig az LMBTQ ellenes megnyilatkozásairól ismert Székely Jánost és a Férfiok klubjában Konte Októl rettegő Bedő Imrét találhatjuk meg. Újlaki Győri előadása az eseményről most is elérhető online, felsorakoztatja a transzfób retorika szinte összes létező elemét, ami ismerős lehet a Matt Walsh-féle propagandafilmből is, de hasonlóval találkozhatunk Rowling és társai TERF retorikája során. Őszintén külön videót tudnék Újlaki Győri ezen 20 perces gyűlölködésére szentelni. Nem is annyira meglepő, hogy Instagramján az egyik transzfób bibliát, Abigail Schreier Visszafordíthatatlan Károk című könyvét promózza. Egy darab bigott esemény nem lenne elég, Újlaki Győri még a Védett Társadalom Alapítvány rendezvényén is előadott. A videó címe: ma már az is forradalmi, ha valaki keresztény és konzervatív. Közpénzzel kitömött eseményen a több éve regnáló hatalom megrendelésére hülyeségeket beszélni biztosan forradalmi. Ja, ha meg keresztény is. Valahogy. Statisztikák szerint a nyugati országokban egyre több fiatal vallja magát az LMBTQ közösség tagjának. Mennyiben befolyásolja ezt a tendenciát az LMBTQ lobby által kifejtett propaganda, ami ugye elsősorban a médiában és az oktatásban jelenik meg? Nagyon is. Igen, a balkezesek száma pedig biztosan a Soros által pénzelt balkezes lobby miatt kezdett el növekedni. Várj, hogy ez nem nő tovább? A balkezesség veszélyes. Megjegyezném, hogy a doktori cím, amit a Védett Társadalom Alapítvány feltüntett Újlaki Győri esetében, fogorvost jelent. A mentálhigiénés szakember megnevezés egy 2 éves képzésre utal, amit a Semmelweis Egyetem honlapja így ír le. A program nem nyújt alapvetően új szakmai identitást, azaz nem egy újabb szakma elsajátítására irányul. Nem másoddiplomásokat képez, hanem mentálhigiénés többlettudással rendelkező tanárokat, orvosokat, szociális munkásokat, lelkészeket, vezetőket. Na már most az, hogy valaki nem annyira képzett, mint amit egy szaktekintélytől elvárhatnánk, nem feltétlen jelent sokat egy tájékoztatónak szánt videóban. Ne essünk bele a tekintélyre való hivatkozás hibájába. Vannak, akik elvégeznek klinikai szakpszichológiai képzéseket, és mégis tudománytalan hülyeségeket beszélnek, lásd példának Bagdi Emlőkét, vagy Hall Melindát. Nekem sincs ilyen diplomám, de a hivatkozásaimat nyugodtan leellenőrizhetitek. Fekcsekkelhettek engem! Szerencsére Újlaki Győrinél az axiómás videóban ezt már nem tüntetik fel, szóval egy kis piros pontot ezért kapnak. Ezen kívül Újlaki Győri az egyik fele a viszonylag kis látogatottságú Egy Testé podcastnek, ahol egy hely, ahol szexualitásról, házasságról, szerelemről beszélgetünk nyíltan és szabadon a Biblia tükrében. Ezekben az adásokban nagyon sok fura dolog elhangzik, például Újlaki Győri podcastársának szájából: férfiak és nők akarnának egymással bármit is kezdeni, hogyha nem lenne vágyunk egymás iránt, és akkor itt most nem pusztán a nemi ösztönről beszélek. Tehát, hogy az, hogy mindenre vágyunk, az szükséges egyáltalán ahhoz, hogy hát, hogy igen, hogy akarjunk házasságban élni, különben valószínűleg ellennénk a lányok a barátnőikkel, a fiúk a barátaikkal, és így nem nagyon szólnánk egymáshoz. Tehát, hogy jól ki van ez azért találva. Vannak lánybarátaim, és azért barátkozom velük, mert tök jó fejek, értékes emberek. Sajnálom, ha te ennyire szexista módon közelíted meg az emberi kapcsolatokat, igen sok jó élménytől elzárod ezzel magad. Újlaki Győri szerint meg... Emberi lényünk minden rétegét érintő dologról van szó, hogy Isten ezért mondja azt, hogy házasságon belül, és egy férfi és egy nő. Egy kis keresztény homofóbia. Yes! Újlaki Győri tehát ebből a keresztény mázzal bevont gyűlölködésből él, amit újabban valamennyivel szélesebb közönségnek is átad az axiómán keresztül. Nézzünk bele! Tudod, ki a gender elmélet atya? Ki az, aki elültette a fülünkben a gender fogalmát? John Money, a Reimerikrek, egy ember kísérlet a 60-as években.
Nem ismerős? Tényleg ismerős. Szokásos transzfób propaganda szöveg. A fáma nem teljesen stimmel. John Money tényleg meghatározó alakja volt a genderről való diskurzus történetének, és használjuk azokat a fogalmakat, amelyeknek elterjedésében nagy szerepe volt. De meg lehet itt említeni Alfred Kinseyt, Simone de Beauvoir-t, vagy Margaret Meadet is. De fontos az a Magnus Hirschfeld is, aki még a II. Világháború előtt végzett transzneműekkel kutatómunkát, addig, amíg a nácik porig nem égették a könyvtárát. Konkrétan az egyik leghíresebb könyvégetés volt ez. Még mielőtt tovább mennénk, le kell szögeznem, John Money elmehet a viszont John Money példája pont az ellenkezőjére fog rámutatni, mint amit Újlaki Győri próbál itt szentírásként eladni nekünk. A genderről biztosan hallottál már. Sartre francia filozófus szerint az ember semmi más, mint amivé magát teszi. Sartre az egzisztencializmus filozófiájának egyik kiemelkedő alakja. Gondolata szerint az embernek nincsen valami előre megadatott lényege, ami meghatározna az életének célját, így az életértelmét mindenkinek magának kell megtalálnia. Az igen befolyásos és általam is nagyon kedvelt Rick and Morty sorozatban gyakran fordulnak elő egzisztencialista témák. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. Az egzisztencializmus filozófiáját nagyon gyakran pont a vallással szemben helyezik el, eddig ez sem teljesen igaz. Lásd Kierkegaard filozófiáját. A keresztény vallások hívői jellemzően eszencialisták. Szerintük létezésük minden részét Isten teremtette, és ezért eredendően meghatározott nem csak az életük értelme, hanem a nemi identitásuk is. Ez viszont azt is figyelmen kívül hagyja, hogy eszencialista magyarázata is lehet a transzneműségnek. Eszerint valakinek az eszenciális neme lehetne a születéskor meghatározott nemétől eltérő. Sartre-tól egy idézetet bedobni csak a gender kapcsán, így eléggé félrevezető. Bár az elmélet általunk ismert formáját a 20. század közepén érte el, gyökerei a 19. századra nyúlnak vissza. Ideológiai hátterében találjuk az alapvetést, hogy nem létezik abszolút igazság. Csak egyéni vélemények, igazságok vannak. Jean-Paul Sartre 1905 és 1980 között élt, ami stabilan 20. század. Újlaki Győri nem nevezi meg pontosan, miért a 19. századot tekinti a gender elmélet gyökerének, de gyanítom a német filozófus Friedrich Nietzsche híres mondatára utal, miszerint nincsenek örök tények, ahogy abszolút igazságok sem léteznek. Ez a kijelentés és Újlaki Győri használata több okból is problémás. És nem csak azért, mert az axióma által is nagyon szeretett Jordan B. Peterson kedvenc filozófusa most éppen kedvezőtlen színben tűnik fel, hanem mert ez az állítás nehezen értelmezhető anélkül, hogy közelebbről határoznánk meg a fogalmakat. Ugyanis a nincsenek abszolút igazságokat igen sokféleképpen értelmezhetjük, most 6 különböző értelmezés sorolok fel. Azok a tények, amelyeket igazságnak tartunk, tulajdonképpen felülvizsgálhatók. Az univerzumot sohasem láthatjuk teljességében, sosem lehet tökéletes információnk. Minden igazság vélemény kérdése. Az igazság relatív, viszonyítási alap lehet kultúra, történelmi korszak, nyelv, társadalom, stb. Minden általunk ismert igazság szubjektív. Nem jelent többet az igazság, mint amit hajlandóak vagyunk igazságnak tekinteni. A 6 értelmezés mindegyike volt vita tárgya a kortárs filozófia történetének egyik vagy másik pontján, és mindegyiket különböző fokú meggyőződéssel fogadják el, vagy tagadják. Abszolút igazságokról addig fölösleges viszont vitázni, amíg nem határozzuk meg, mit értünk abszolút igazság alatt. Gyanítom, hogy Újlaki Győri minden igazság szubjektív értelmezésére gondolt, amivel hasonlóan lehet egyetérteni, vagy nem. Ebből következik, hogy egyedül én mondhatom meg, hogy milyen nemű vagyok. Az én igazságom számít, nem a biológiám. Ez nagyon fárasztó. Minden egyes transzfób videóban elmondják, basszus. Minden transzember tisztában van a biológiájával. Talán jobban is, mint néhány cisznemű, hiszen a tranzíció előtt és alatt is a saját biológiai működésükkel küzdenek. A társadalmi nem ezért is különböző a biológiai nemtől. Ez itt a lényeg. A gender téma igen széles, szóval most csak egy kis részének példájával mutatom be, hogyan fejezi ki valaki a nemét. Vegyünk példának téged, kedves Anna. Fülbevalót, szoknyát és kardigánt viselsz ebben a videóban. Ezek olyan ruhadarabok, amiket Magyarországon jellemzően nők hordanak. Szerinted öltözködésedet a biológiát határozta meg? Miért nem egy komplét hordtál? Miért nem öltözködtél rikítóbb színbe? Miért nem öltöztél kicsit férfiasabban? Szabad szerinted egyáltalán egy nőnek férfiasabban öltözködni? Ha igen, miért? Szabad, hanem miért nem szabad? Miért nem hordtál indiai szárit? Miért nem a hagyományos herero ruházatot hordtad? Nem látok a fejedbe, de gyanítom azért, mert nőnek éled meg magad, és ezt akkor ilyen
milyen módon szeretted volna kifejezni. Egy másik nő a saját nőiességét máshogy fogja megélni és kifejezni. Ez tehát belső élmény, ami nem valamiféle általános objektív igazságon alapszik. Te így éled meg a saját női voltadat. És az ilyen kifejezéssel nincs is semmi gond. A belső élményünk külső kifejezését jellemzően a kulturális környezetünkhöz igazítjuk. Tehát a társadalmi nem elkülöníthető a biológiai nemtől. A gender tanulmányok nem tagadják a biológia vagy az objektív igazságok létezését. Judith Butlert idézve: a gender tanulmányok nem vitatják a biológiai nemek létezését, csak rákérdeznek, hogyan alakul ki a biológiai nem, milyen jogi és orvosi kereteken keresztül, hogyan változott ez az idők során, és milyen változást jelent világunk társadalmi berendezkedése szempontjából, ha szétválasztjuk a születéskor meghatározott nemet attól az élettől, ami azt követi, beleértve a munkát és szerelmet. Tudsz angolul, Judith Butler cikkét ajánlom elolvasásra, nagyon jól rámutat sok mindenre a transzfób taktikából. A gender elmélet a feminizmus második hullámának terméke. Az ideológia szerint a nőket rendszer szinten elnyomják a férfiak. Így a cél a nemek közötti különbségek felszámolása. A férfiak társadalmi hierarchiában betöltött magasabb szerepe történelmi tény, ami bár szerencsére csökkenő mértékben, de mai napig jelen van. Ezeket a különbségeket szeretnék sokan eltörölni, hogy a társadalom igazságosabb legyen. Ezzel mi a baj? Simone de Beauvoir, francia filozófusnő második hullámos feminista szerint a biológiának semmilyen hatása nincs a társadalomban megélt nemünkre. És a megért nemünk fontosabb, mint az, hogy fiúnak vagy lánynak születtünk. Várj, ezt az utóbbit meg kell ismételnem. Semmilyen hatása nincs a társadalomban megért nemünkre. Tehát szerinted mégis létezik társadalmilag megért nem? Avagy társadalmi nem? Avagy gender? Simone de Beauvoir pedig nem ezt mondta, ez félreértelmezés. De Beauvoir szerint bár vannak biológiai különbségek a nemek között, a nők csak a társadalmuk körülményei miatt válnak nővé. Körülmények alatt itt a férfiaknál jellemzően alacsonyabb női státuszt kell érteni. A biológia tényei ezzel átveszik a társadalmi normák értékeit. Egy olyan társadalomban, amely a férfiakat értékeli, és amiben a férfiak gyakran nem veszik észre azokat az előjogokat, amelyekért a nőknek küzdeniük kell. A nővé válás így a másikká válással egyenlő. A nő a másik, a második nem. Második nemként pedig rendszer szintűen nehezebben tudnak saját érdekükben eljárni, szabadságukat érvényesíteni. De Beauvoir szerint ezért a nőt nem a biológiája határozza meg, hanem a nőnek kell saját magát meghatároznia biológiájával szemben. Ha ezek az önmeghatározási gondolatok ismerősek lehetnek, azért is van, mert de Beauvoir maga is az egzisztencialista filozófia egyik képviselője volt. A már említett Jean-Paul Sartre élettársa volt, és a két filozófus intellektuálisan nagy befolyást gyakorolt egymásra. De Beauvoir gondolatai ezért elsősorban egy nőket elnyomó társadalomban a női szerep megéléséről szólt, nem a transzneműségről. Hogyan élheted meg a nőiességedet, ha azt a nőiességet sok szempontból leértékeli a társadalom? Bár neki is megvoltak a saját ellentmondásai, de Beauvoir nem véletlenül volt meghatározó egzisztencialista filozófus és az egyik legismertebb második hullámos feminista szerző. Judith Butler harmadik hullámos feminista pedig már odáig ment, hogy a pénisz létezését sem egy statikus, hanem inkább valami fluid dolognak tartotta, amit a társadalom alakít ki. Basszus, ne hazudj már ekkorákat, Anna. Vagy Anni? Én Anni vagyok. Szóval nem, Judith Butler nem tagadta le a pénisz létezését. Butler szerint szimplán a vele született biológiai adottságok nem határozzák meg előre a saját nemi élményt. Tehát akinek pénisze van, az nem feltétlen fogja a férfiasság élményét megélni, nem feltétlen fogja férfinak érezni magát. Tudod, mint ahogy azt a transz emberek teszik. Minél többször hallunk valamit, annál ismerősebben cseng a dolog. Megszoktuk, hogy a gender létezik, és sokan elhittük, hogy mindannyiunknak van. Most akkor megéled a társadalomban a nemedet, vagy sem, Anni? A társadalomban megélt nemünket. Lehet, hogy te azt szeretnéd, hogy minden fogalomnak természettől vagy Isten által meghatározott értelme legyen, de kultúrában élünk, ahol a fogalmak nem feltétlen annyira statikusak, mint amennyire te szeretnéd. Nincsen röntgen szemed, és remélem nem vagy transvestigator konteós, akik szerint mindenki transz, mert nézd már a csontfelépítésére. Lehet, hogy felismered ezen a két képen szereplő embert, de mi alapján mondod rájuk, hogy nő vagy férfi? Mert tudod, mi van a gatyájukban? Mindenki gatyájában tudod, hogy mi van? Újra és újra előforduló komment például az is, amikor valaki engem férfiatlansággal vádol meg, többnyire mert nem szimpatizál velem. Egy ilyen illető sem lát bele a gatyámba. Szerinte csak nem teljesítek valami szempontot, ami szerinte szükséges lenne, hogy férfinak lehessen engem mondani. Avagy szerinte a társadalmi nemem
A genderem nem férfi. A felvetés atya John Money. Nem, a felvetés atya nem John Money, nem egy személyhez köthető az egész. Befolyásos volt az tény. Újlaki Győri azért Moneyhoz akarja kötni a gender elméletet. Bármit is ért ez alatt Újlaki Győri, mert a gender eléggé széles téma. Mert genetikus érvelési hibát akar felállítani. Nem magával a genderrel akar foglalkozni, helyette az eredetének egy olyan részére akar ráfókuszálni, ami valóban rossz. Ő alkalmazta először a gender kifejezést az emberekre, ezzel megkülönböztetve a biológiai és a társadalomban megért nemet. Ez talán már csak összmötölés, de ez sem igaz. A kifejezést először 1945-ben lehetett ilyen összefüggésben megtalálni egy élettani folyóiratban. A Robert Stoller genderidentitás fogalma is többször felmerül, a gender manapság használatos terminológiáját valóban John Moneyhoz lehet kötni. De ha Simone de Beauvoir vagy Margaret Mead nem is használta a gender szót a társadalmi nem leírására, egyértelműen társadalmi nemekről beszéltek műveikben. Még Money előtt. Úgy vélte, hogy az ember megért nemét elsősorban az határozza meg, hogy milyen neműnek nevelik a szülei, és mik a társadalom elvárásai. John Money valóban ezt gondolta. És tudod, ki gondolja még ugyanezt? Gyere, megsugom. Te, Anni. Ha nem gondolnád, hogy a társadalom vagy a külső nevelés befolyásolná a gyermekek szexuális orientációját, vagy nemi identitását, és minden valóban csak a biológiai nemtől függne, akkor nem tartanál ennek veszélyeiről előadást, hiszen a biológiai nemet úgysem lehet befolyásolni. A helyzet viszont az, hogy mind te, mind az általad képviselt oldal, mind Money tévedtek. Money népszerű pszichológus, szexológus volt a 60-as évek Amerikájában, akit a Reimerikrek szülei egy elhibázott orvosi beavatkozás után kerestek fel. Következő hosszabb bejátszásban viszonylag pontosan írja le Újlaki Győri a Reimerikrek történetét. Egyik kisbabájuknak, Bruce-nak ugyanis menthetetlenül megsérült a pénisze egy rosszul sikerült orvosi indokú körülmetélés következtében. A pszichológus azt tanácsolta a szülőknek, hogy neveljék kislányként Bruce-t, és ne mondják el neki, hogy igazából fiúnak született. Manny ezzel bizonyítani akarta, hogy csak azon múlik, hogy férfi vagy nő lesz valakiből, hogy minek nevelik. Bruce-ból Brenda lett, gyerekként nem átalakító műtéten esett át, és szülei kislányként nevelték. A kísérlet során az ikreket rendszeresen vitték Moneyhoz kontrollra, melyek során a genderelmélet atya többek között szexuális gyakorlatok elvégzésének tette ki a testvéreket, és mesztelen férfiakról mutogatott képeket Brendának, hogy felkeltse az érdeklődését a férfiak iránt. A kislányként élő kisfiú eközben verekedett, fegyverekkel szeretett játszani és a lányokhoz vonzódott. Az iskolában különcnek bélyegezték, és 11 éves korától az öngyilkosság gondolata is foglalkoztatta. Money eközben egyre népszerűbb lett. A Nemi bélyegek című könyvében sikersztoriként írt Brendáról. Tinédzserként Brenda olyan depressziósá vált, hogy szülei végül elmondták neki az igazságot. Ezután rögtön férfiként kezdett élni, nevet változtatott, és meg is nősült. Amikor Money publikálta a Reimer kísérletet, és Brendát világszerte boldog kislányként mutatták be, ő már rég Davidként, férfiként élt. Később egy interjúban elmondta, hogy rémálomként emlékezett vissza a lányként töltött időre. A Reimerikrek nem tudták feldolgozni a történteket. David ikertestvére véget vetett az életének. Egy évvel később pedig David is végzett magával. Megpróbálok a lehető legtisztább lenni. John Money egy szörnyeteg. Amit művelt a Reimerikrekkel, az horror story. John Moneyval nagyon sok probléma van még ezen felül is. Például voltak a pedofíliával és vérfertőzéssel kapcsolatban is igencsak durva megnyilvánulásai. Viszont a sztori éppen a transzneműeket támasztja alá. A transzneműeknek jelent muníciót. David nem azonosult azzal a nemmel, amit Money határozott meg neki. Ez pont azt támasztja alá, hogy meg kellene az embereknek, hogy saját maguk határozzák meg a nemi identitásukat, és ne a társadalom által rákényszerített nemet kelljen megélniük. Money egész karrierje során azt gondolta, hogy a nemi identitás képlékeny, kívülről befolyásolható. Ezt az elméletet pedig újra és újra megcáfolta a valóság. Nem tekinthetünk el természetesen a horrorisztikus gonoszságtól, amit Money tett az ikrekkel. De ez a történet emlékeztet azoknak a transz embereknek a történetére, akik nem élnek befogadó környezetben, akikre a környezet rákényszeríti a születéskor meghatározott nemüket. Transz emberek is sokkal többet gondolkodnak öngyilkosságon,
pont transzneműségük megbélyegzettsége miatt. Transz emberek is szenvedhetnek nemi diszfóriában, bár ez nem annyira egyetemes, mint legtöbben gondolnák. Transz emberek jellemzően nem érzik magukat jól a társadalom által rájuk aggatott nemi szerepben. Vajon mennyi hitelességet tulajdonítunk a gender fogalmának annak fényében, hogy ki és milyen módon terjesztette el azt? Ez konkrétan a genetikus érvelési hiba. Gender fogalmának elterjesztésében valóban jelentős szerepe volt Maninak, de Mani szörnyű tettei nem képződnek le ennek a fogalomnak a mai értelmében. Tudomány már csak úgy működik, hogy ami hasznos, azt megtartjuk. Ami nem hasznos, vagy kifejezetten ártalmas, azt elutasítjuk, akár el is ítéljük. A gender, a társadalmi nem fogalma hasznos. John Money pedig egy szörnyetek, hogy ilyen dolgokat művel gyerekekkel. Erre az axióma videóra azért is kívántam reagálni, mert mostanában felkapott hír, hogy a 39 éves pedagógus asszisztens Bite Zsolt azzal dicsekszik, hogy 15 éves fiú szeretője van. Az egész fideszes média azon háborog, hogy de ők megmondták, hogy ez ide vezet. Hurr-durr! Az egész szörnyűsége viszont pont abból ered, hogy a Fidesz hozott olyan törvényeket, amelyek engedélyezik az ilyen kapcsolatokat. Ezeket a törvényeket minden épeszű emberi jogi szervezet kritizálta. Jól össze lehet mocskolni a melegeket, hogy bezzeg, mindegyik ilyen. Nem, nem ilyen. Ez egyetlen eset, amiből nem lehet általánosítani. Bite Zsolt a megtestesült szalmabáb. Ráadásul a kormány sajtó a civil szervezeteket is össze tudja mocskolni, mert Bite Zsolt azt állította, hogy őt képviseli a TASZ, az Amnesty vagy a Helsinki Bizottság, amikor ennek zéró alapja van, és el is határolódtak ettől a figurától. De a kormánynak kapóra jön, hogy hely, amúgy is baj ebben az országban, hogy még vannak olyan szervezetek, amelyek képesek kiállni a civilek jogaiért. A Mi Hazánk és álcivil fideszes szervezetek ehelyett a törvény általános módosítása helyett homofób módosítást szeretnének rajta végrehajtani. Minden egyes társadalomban vannak olyan ocsmányfráterek, mint John Money vagy Bite Zsolt. Ezek a figurák valóban veszélyesek a gyerekekre. De hogy Bite Zsolt cselekedetéből nem általánosíthatunk a melegekre, úgy John Money cselekedetéből sem általánosíthatunk a genderre. Én sem általánosítok a pedofil papok miatt, pedig ott bőven gyakoribb az ilyen túlkapás, amit a kormány sajtó meglepően kevésbé hajlandó vehemensen elítélni. Példának lásd Pető Attilát vagy Hodász Andrást. Nem említettem még meg, de Újlaki Győri Anna a Reménység Magjai Alapítványnál is dolgozik. Ez az alapítvány keresztény gyerekoktatással foglalkozik. Újlaki Győri maga konkrétan tanítókat képez ki, akik majd gyermekeket fognak tanítani pornó és gender témájában. Ezt a regresszív, gyűlölködő szart adja át tanítóknak, akik ezt még szélesebb körben tudják továbbadni gyerekeknek. Ez káros, mert a gyerekeket is gyűlölködésre tanítja. És még inkább káros az LMBTQ gyerekekre nézve, akik emiatt a gyűlölet miatt még elszigeteltebbé válhatnak. Nem tudják, kihez fordulhatnak segítséghez önismereti kérdésekben, pláne ha tanáraik úgy állítják be, hogy saját belső megéléseiket Isten is elítéli. Hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a gyűlölködő közösségbe, ezek az emberek elnyomják az érzéseiket. Sokan csak felnőtt korukra, egy befogadóbb közösségben érthetik meg magukat, és ez nem csak éves traumák felhalmozását hozza el, de például transz embereknél direkt költsége is van. Hiszen minél később kezdik meg a tranzíciót, annál több pénzbe és időbe fog kerülni. Ha LMBTQ ember vagy, és megbízható forrást keresel, akkor ajánlom a Háttértársaság anyagait, akik nagyon sok jó információval szolgálnak. Minden esetre Újlaki Győri Anna tehát nem csak a propaganda média szócsövén terjeszti bigottságát, hanem az általa képzett tanítókon keresztül gyerekekhez is eljut ez. Szóval részemről, Anni, te is elmehetsz a